A Kadarka és a Klapka utcák találkozásánál vártak közvetlen beszélgetésre lehetőséget nyújtó utcafórumra a környéken élőket Szollár Zoltán. A november 13-ai időközi választáskor a kormánypártok színeiben induló képviselőjelölt már hetek óta járja a családi és bérházakat, hogy az azokban élők igényeit, kéréseit mérje fel. Most pedig ő látta vendégül a városrész lakóit. Jegyzeteljük, összeírjuk, és pont ez volt a történetünknek a lényege, hogy nem ráöltetünk egy programot az itt lakókra, hanem összeállítjuk, tehát azért hívtuk ide az itt lakókat, hogy összeállítsunk egy programot, amit ők szeretnének, ahogy ők szeretnék, és akkor így együtt fogjuk intézni a dolgait. Tele vannak ötletekkel, és ebből is látszik, hogy szerintem örülnek, hogy valami új kezdődhet ebbe a négyes számú választókörzetbe, zebra elkezdve, járdák, kicsit ugye szemetes a körzet, ennek a megoldása, és nagy probléma, ugye, ahogy említettem is, hogy adott időszakban, régebben úgymond, amikor ezek a panelok épültek, akkor egyet zsiguli, egyet trabant volt még csak, amikkel be tudtak állni egy fa alá. Most ugye a 801 néhány panellakás van a dombtetőn, és úgy tudom, és úgy hallottam, hogy vetekszik a Szekszárnak az autók száma, egy főre jutó autók száma. Ez olyan 2,2, és ha kicsit matekozunk, akkor olyan 1700-1800 autóról tudunk beszélni itt a négyes számú választókörzetbe, és mondom még egyszer, csak a panelok körül, és rengeteg jó ötlet van, hogy kis halszálkás parkolók, kis zöld terület, ebbe egy kicsit belenyúlva, de muszáj lesz a fiataloknak engedni, mert kellenek a parkolók. Ezen a fórumon a legtöbben a járdák és utak felújításával kapcsolatban érdeklődtek, de felmerült több helyre új zebra felfestése is. Szívem csücske volt a már négyes számú választókörzetben, a kitágított részéről beszéljek, ugye Babics iskolába jártam én is, rengeteg barát ismerős a Hermanotton, Kőrösin, úgyhogy sokan állítanak meg, hagyalog megyünk szórólapozni, hogyha beszélgetünk az itt lakókkal, hogy gratulálnak és örülnének, hogyha élennék a képviselőjük. Az utca fórumokon Horváth István Szekszárd országgyűlési képviselője is részt vett. Ő azt mondta, a kormánypártok közös jelöltje civil vezetőként már bizonyította, hogy képes és akar is dolgozni a választókörzetért, ezért ő a legalkalmasabb a képviselői megbízatásra. A felsővárosi kört, ami egyik legrégebbi szekszárdi civil közösség, ezt újra életre keltette és megtöltötte tartalommal, ebben a város részben élők legnagyobb örömére, szociálisan is nagyon érzékeny, és minden egyes tettével, minden egyes cselekedetével mindig a közösséget szeretné szolgálni, és amennyiben megkapja a bizalmat, akkor én azt gondolom, hogy a négyes számú választókerület valamennyi utcájának, valamennyi háztartásába el fog majd jutni, és a legjobb tudásával szolgálja az itt élőket. A hétfői fórumot kedden újabb követte, Szoller Zoltán akkor a Herman Otto és a Kőrösi utcák lakóival egyeztetett. Azt szeretném, hogy ezt a programot közösen együtt alakítanánk ki. A háztömbökben élők közül sokan elmentek a közös program tervezésre, ötletek pedig itt is szép számmal akadtak. Legtöbben a területen található játszótereket szeretnék felújítva látni, de ugyanúgy, mint ahogy Szekszár többi részén, a parkolók számát is növelné a többség. A szavazókör utolsó város része a felsővárosi terület volt, ott szerdán került sor a lakossági fórumra. A helyiek közül többen személyesen is ismerik Szoller Zoltánt, hiszen gyermekkora óta ott él. Ott laktam mellette, közvetlen egymás mellett. A nagyanyjánál laktak, és ott laktak a fiatalok is, és onnan ismerem, én mellette laktam. Születi napokat is ő szokta érteni, akkor őszi vagy télbúcsúztató, meg ilyeneket. Mindent ilyen csinált ő. Nagyon kedves, aranyos, igazságos, és tenni akaró. Ez a legfontosabb, hogy tenni akaró, és nagyon bízom benne, hogy ez ezután is így lesz. Tehát ezért dukkolunk neki, és ezért vagyunk itt szerintem. A Zoli nagyon,
nagyon, nagyon emberséges, nagyon szerető, nem tudok rá mit más mondani, nagyon szeretnivaló. Az egyik legnagyobb probléma szerint, nem nekem, mert én úgy utazom, hogy nekem belefér az időmbe az, hogy jövök-megyek, de itt azért a hegyben azért nem csak olyanok laknak, akik milliómosok, meg három autójuk van, tehát itt azért nagyon kéne az a 10-20-as busz este, nagyon kéne, mert itt azért olyan emberek laknak, akik későn érnek haza, tehát mit tudom én, gyárba dolgoznak 10-ig, úgyhogy én ezt nagyon szeretném, hogyha ezt megváltoztatnák, tehát nekem úgy különösebben más problémám nincs, kisbabám nincs. Civil vezetőként Szoller Zoltánt rengetegen ismerik Szekszárdon, és legalább ilyen sokan vannak, akik szerint ő a legalkalmasabb jelölt arra, hogy a négyes körzet képviselője legyen. Őt emberként ismerem, és egy nagybetűs emberként, ő mindig kiállt a kis közösségünkért itt a Felsővárosba, és én azt remélem tőle, hogy ezután is az emberi érdekeket fogja majd képviselni. A kormánypártok szekszárdi frakciójának vezetője szerint Zoltán civil múltja olyan előnyt jelent, amire nagy szükség van a közgyűlésben. Olyan képviselője, ha megválasztják, olyan képviselője lesz ennek a körzetnek, aki az utcán jár, a földön jár, és a helyi embereknek a hangján tud beszélni, és megérti a problémákat, és szeretné megoldani is. Úgyhogy bízom benne, hogy elfogadják, megválasztják, és egy nagyon jó, agilis képviselő erősödik a Fidesz frakció. Azért ő a legalkalmasabb jelölt, hát eleve az, hogy harmadik generáció itt él a körzet, nem Szekszárdon, csak ebbe a körzetbe él. Tehát ez egy nagyon nagy dolog, ténylegesen helyi ember. Azon kívül kétkezi munkával, asztalosként dolgozott itt a körzetbe. Jelenleg az asztalosságot úgytól már csak hobbiból űzi és borászkodik. Tehát ez megint csak a Szekszárdhoz, ehhez a környezethez, ahol most vagyunk, ehhez teljesen illik. És az itt élő emberek is nagy része hasonló dolgokkal foglalkozik. Tehát ért a szőlőhöz, a földhöz, a famunkához, a Felsővároshoz. És Felsővárosi kört, mint civil szervezetet is úgymond felélesztette, újélesztette. Új hagyomány, vagyis régi hagyományokat élesztettek újra, például a Felsővárosi Bucsú egy ideig nem volt, most volt újra, azt hiszem most a Covid-dal megint nem volt sajnos, de reméljük, hogy jövőre újra lesz a Felsővárosi Bucsú, és ezeket a dolgokat, hát ha körülnézünk itt ezen a területen, ahol most vagyunk, ez a Kápolna tér, gyönyörű a tér, rendezett, szépen rendbe tartják, játszótér, parkoló, itt van a Kápolna is, hát ebbe a körzetbe, nem utolsó sorban van református templom, van katolikus kápolna, a Szoller Zoltán egyébként egy gyakorló református, egy hívő ember, a körzetben levő templom is itt van a körzetben, úgyhogy onnan is sokan ismerik, tehát szerintünk jó választás volt, és úgy tűnik, hogy az emberek szerint is, hogy eljöttek a fórumainkra, nagyon sokan megtalálták fel a hangot. A három utcai lakossági fórumon rengeteg információ hangzott el, Szoller Zoltán pedig azt mondja, a célja teljesült. Azt akarta ugyanis elérni, hogy a programját a helyiekkel együtt dolgozza ki, ezt pedig sikerült megvalósítani az észrevételeket felhasználva. De mindenki pozitív, és hadd mondjam azt, hogy kevés család volt, és egy kicsit, hadd beszéljek haza, büszkeséggel tölt el, hogy kevesen vannak, akik úgymond elutasítóak voltak velem szembe, de ezt pozitívan kell kezelnem. Ennyi embert nem is gondoltam, nem is reméltem, hogy ilyen sokan kijönnek, úgyhogy, és nagyon sok a támogatás, nagyon sokan keresnek, rengeteg ötlet van, indítványozás, zebra, tényleg útburkolat felújítás, úgyhogy bízok benne, hogy a következő években meg is tudjuk valósítani. Járom meg én is a utcákat, lakásokat, házakat, valahol voltam 3-szor, 4-szer, 5-szor, de kell elmennek 12-szer is. Úgy kitaláltuk, hogy a Borfaragóba, Bocskai 26-ba szeretettel várjuk azokat, akiket úgy érzik, hogy még szavazni szeretnének, vagy voksát rám szeretnék adni, akkor ott adott időpontban, amit Facebookon is hirdetünk. Szeretettel várjuk. Hajrá 4-es számú választókörzet, hajrá Szekszárd!